Szerintem nincs semmi akadály. Hello! Józsi bácsi, itt vagytok? Vagy vannak még mögötted? Igen, fél óra. Jönnek, jó. Csak azért szerkoztak hozzánk. Ez a síremlék, a sírhely, amely Rockenbauer Pál földi maradványait őrzi. Én Rockenbauer Pál életéről most nem szeretnék beszélni, mert egy ilyen praktikusan gondolkodó ember pár évvel ezelőtt elhelyezte itt az életrajzát Rockenbauer Pálnak, hanem arról szeretnék beszélni, mert itt az út elején velünk először túrázók megkérdezték, hogy egyrészt hát miért ilyen fiatalon halt meg, és hogy igaz-e, hogy önkezével vetett véget az életének. És én azt mondom, hogy most erről azért beszélnék, mert elég sok minden mendemonda keringett annak idején a halála körülményeiről Rockenbauer Pálnak. Hát ha ugye tudjuk, hogy 54 éves még nem egészen volt, amikor meghalt, még ereje teljében levőnek mondunk egy férfi ember. Illetékesebbtől találtam egy választ arra, hogy hogyan fogadjuk el, mert ugye mi is természetjáró emberek vagyunk, és azt gondoljuk, hogy aki a természetet szereti, és annyi módja volt gyönyörűségeket látni, mint Rockenbauer Pálnak, hogy juthat egy ilyen elhatározásra. Ezt nem tudjuk megérteni azok, akiknek mondjuk vannak depressziós hangulataink, de azért az egészséges ritmus szerint ki is kerülünk belőle, és tesszük tovább a dolgunkat. Nem tudjuk nagyon elfogadni, hogy van olyan, amikor kilátástalannak tűnik, és ilyen eszközhöz folyamodik valaki. Rockenbauer Pál fiát is ismerjük, hiszen az előző Orbán kormánynak a kultuszminisztere volt, és egy vele való beszélgetésből szeretném ezeket a gondolatokat idézni és válaszolni annak a kedves turistatársunknak is, aki kérdezte. Azt kérdezi a riporter, hogy édesapja a 60-as évektől kezdve bejárta a világot, hogyan tehette ezt meg akkor, amikor mások még a szomszédos országba sem mehettek. Ugye a nagy utazásaira a televízió adott lehetőséget. Kérdezik a fiától, hogy elkísérte valamelyik útjára az édesapját? Nem, soha. Kirándulni persze jártunk, de a természetfilmezés szigorúan a munkája volt. Ezek szerint sokat nélkülözték a jelenlétét. Milyen volt ez gyerekfejjel megélni? Azt válaszolja a fia, nagyon hiányzott, különösen karácsonykor. Ez volt a realitás, el kellett fogadni. Amikor hazaért, pingvintollakkal vagy egy hatalmas bálnacsigolyával és rengeteg történettel, távoli tájakról, akkor boldogok voltunk. Amikor itthon volt, sokat foglalkozott velem. Gimnazista koromra változott a vele való viszonyom. Nem csak azért, mert lázadó kamasz voltam, hanem mert rajta egyre inkább elhatalmasodott a depresszió. Ma már tudjuk, hogy a depresszió kezelést igénylő betegség. Akkoriban inkább a csalódottság, kiábrándultság és egyéb magánéleti okok rovására írtuk. Ő pedig idősebb fejjel már azt is nehezebben élte meg, hogy folyamatosan kartolnia kellett azért, hogy dolgozhasson. Akadályozták a munkában? Nem hinném, hogy rossz indulatból, inkább csak a korrupt bürokrácia természetes következményeként. Előfordult, hogy a gyártáson ellopták a nyersanyagot,
és selejtre volt kénytelen dolgozni, anélkül persze, hogy tudott volna róla. Így készült a Napsugár nyomában című sorozat, amely egy világkörüli utat rögzített, gyönyörű képsorokkal, és amely aztán rendkívül gyorsan tönkrement. A csalódások és a depresszió vezethetett a halálához? Az öngyilkosság kiváltó oka számomra megoldhatatlan rejtély. Nem volt önpusztító alkat. Egy pillanatra sem merült fel bennem soha, hogy ilyen döntést hozhat. Akkoriban persze nem volt jó formában, munkája se nagyon volt, de ez nem lehet elegendő ok. Kétségtelen az is, hogy a depresszió elleni orvosi küzdelem ekkor még gyermekcipőben járt, ő pedig abba hagyta az antidepresszánsok szedését. Volt olyan szokása, rítusa az édesapjának, amit szívesen idéz föl? Sokat olvasott, remek memóriával rendelkezett, szívesen idézett. Kollégái is gyakran emlegetik, hogy a másfél millió lépés túrái alatt oldalakat tudott idézni Rejtő Jenőtől épp úgy, mint a klasszikusoktól. Versek százait ismerte kívülről, és általában ironikus, játékos formában mondta vissza őket. Ennyit a kérdésre a halál körülményeiről, de én azt szoktam itt mondani, és én magam is hiszek ebben, hogy ha ilyen alkalomból gyűlünk össze bárhol, valakire emlékezve, aki hiányzik, mindig azt kell, annak kell örülni, hogy addig, amíg velünk volt, és tette a dolgát, és annyi mindent hagyott ránk. És most befejezésül egy munkatársnak a szavait idézném, amely annak a Rockenbauer Pálnak a mienségét villantja föl, aki a munkatársaival heteket, hónapokat volt együtt, olyan körülmények között, mikor olykor már a harmadik napon is egymás idegeire megyünk, aki sászadott már, az tudja, miről beszélek, hogy a pokolba kívánjuk magunkat, meg azt a pillanatot, mikor elhatároztuk, hogy elindulunk az útra. Hát ilyen volt Rockenbauer Pál, mint munkatárs. 70 éves lenne, hát ez már egy közel 10 éves írás, mert mint említettem, jövőre lenne 80 éves Rockenbauer Pál. Nincs már közöttünk, nem gyaloglunk csámpás léptei után, nem hallgatjuk soha el nem fogyó szellemességeit, nem mulatunk szarkasztikus öniróniáján, nem élvezzük gyilkos, de mindig igaz kritikáit saját zsengéinkről. Már csak emlékezhetünk rá, Rockenbauer Pálra, a Magyar Televízió Natura szerkesztőségének alapítójára, az országjárás, a honismeret, a magyar természetfilmezés apostolára, tanítómesterre, barátra, a soha el nem érhető kvalitású példaképre. Nála jobban senki nem ismerte Magyarországot, az arra érdemes embereket, falusi méhészettől a tudomány nagyjain keresztül a magasrangú politikusokig. Másfél millió lépését már nem szaporítja tovább. Mégis naponta velünk van, minden munkánkkal neki szeretnénk megfelelni, szinte halljuk. Mit mondana erre Pali? És akkor kérem, hogy helyezzük el a csoportunk nevében és a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség nevében emlékező koszorunkat. Oda Józsi bácsi szerintem. És kérem ezt a kislányt, aki először van velünk, hogy segítsen abban, hogy egy gyertyát is gyújthassunk itt. Én azt hiszem, hogy te vagy a legfiatalabb a csoportban, és akkor ilyen. Vagy a másik gyertyáról is meggyújthatod, légy szíves, jó? És akkor még egy dolgot szeretnék mondani, hogy szeretném, ha néhányan tudnánk énekelni együtt, akár azt a kedves dalt, oda beleszúrhatod a növény közé valahova. Vagy azt a népdalt, amiről tudjuk, hogy szerette énekelni Rockenbauer Pál. És akkor szokásomhoz híven egy kis emléket készítettem azoknak, akik gyűjtenek ilyen emléket. Hát nem mindenki szereti, aki eldobná a első kukába, az ne. Elmondom. Az elején egy kép van a forgatás háttéranyagából. Azt jelzi, hogy mindig számított Rockenbauer Pál a helyben élő emberekre, mindig meghallgatta őket és kérte a véleményüket. A kép másik szélén Sinkó László, aki a narrátora volt a filmsorozatnak. És akkor itt a belső oldalon egy olyan írást
másoltam ide, ami 5 évvel ezelőtt jelent meg a Heti Válasz című újságban, sajnos a szerzőjét nem tudtam kideríteni. 5 évvel ezelőtt itt együtt voltunk azokkal a munkatársakkal, barátokkal, akik emlékeztek rá. Lehet, hogy idén, holnap jönnek, a vasárnap, vagy az utolsó hétvégén, és akkor annak a hangulatát adja vissza ez az írás, és azt, ami a szívünkből szól, hogy velünk van, és irányítja a természetjárás, a természetbarátság gondolatait, lépéseit, mert mintát adott abból, hogyan kell egy tájat megismerni, hogyan kell egy természetes környezetben járni, és megmutatni az értékeket. És ide... Aki minket meglát, mit fog azt mondani, azt fogja gondolni, idegenek vagyunk, idegenek vagyunk.